Gyönyörű lányok. Gyönyörű. És ez még csak a második lecsúszás, és gyönyörű! Nagyon nehéz koncentrálni, ilyen sokáig, de a Lucának ismét megy. Luca második lecsúszása. Mutatni, hogy szinte esés nélkül. Egy megcsúszás volt csak. Így kell csinálni. Csak megtartod magad. Határozottan büszkék lehetünk rátok. Na mi lesz, lányok? Akartok még csúszni? Igen. Harmadik lecsúszásunk indul. Gyere! Mehetsz tovább is a széle fele, mehetsz tovább is, úgy. Határozott tempót vett föl az emese, de nagyon határozott tempót. Nem egy egyszerű dolog ezt így letövetni. Hihetetlen. Luca, a betűk. Ha elfáradsz, inkább állj meg, jó? Emese a távolban. Tovább menni, tovább. Ügyes. Emese gyönyörű csúszása. Harmadik lecsúszásunk. Gyönyörű, gyertek, lányok! Negyedik lecsúszásunk megerősítése. Csak az aljáig menjél, jó? Indulhatsz, vagy amikor elfáradsz, állj meg, jó? Kerüljük egymást, lányok! Kerüljük egymást, vagy egymás mögött pont. Az is jó, hogy egymás mögött mentek. A negyedik lecsúszás. Na, értékeljük, hogy mi történt. Negyedik lecsúszás. Milyen volt neked, Emi? 10/10. 10/10. Luca? 100/100. 100/100. Nagyon jó. Mehetünk. Ez a gyönyörű! Nagyon szép, mintaszerű. Beállhatsz most egyenesen, Luca, jó? Mész még egy kicsit? Jó. Nyugodtan beállhatsz, jó? Nyugodtan, bőven, nyugodtan, nem fogsz túl csúszni, jó? Magad. Elkúdozunk lefelé. Gyönyörű. Tehát a márciusi eplény. Hihetetlen, mert február közepén elolvadt a hó, és indul emese. Ötödik lecsúszás, és jön a Luca. Ez az, hosszan, menjél tovább előre. Nem győzem követni a kamerával. Ez az, hosszú ívek. Ez az, Luca, nem foglalkozol senkivel, majd figyelnek rád, jó? Jól van. Gyere! Gyertek, lányok, ötödik lecsúszásunk! És innentől mehetsz egyenesen is, nyugodtan. Úgy jól előre dőlni. Egyenes egy föl! Húzd föl magad! És ráfordulhatsz. És tartsd meg magad szépen, ügyesen. És gyönyörű szépen. Látjátok, milyen sokáig el lehet csúszni? Hatodik lecsúszás.
Hosszan, Luca, hosszan, egyik oldalról a másikra. Ez az Emikém. Felkészülni a nagy lecsúszásra. Már indulhatsz is, csak lefelé. Csak lefelé. Milyen messzire elcsúsztál? Na milyen volt emeses? Hetedik lecsúszásunk. Ezt kérte a mesét, hogy ez előzze meg a Lucát. Lucáról és Emesről azt kell tudni, hogy soha nem voltak még sikáján. Ma vannak először sípályán. Természetesen a tanulópályára már ilyenkor nem tudtunk bemenni. Nem kell, engedjed magad lefelé, jó? Ez az, gyere, 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 előre, úgy. Tökéletes, gyere bátran, nem kell most kacskarinkozni, jó? Hagyod magad csúszni, hagyjad csúszni, majd túlkészülünk, jó? Gyere, gyere, hagyod magad csúszni. 8. lecsúszás. Mint a rakéta. Két lány előttem. Gyakoroljuk az előzést, szépen menjünk az odafigyelést. Szóval, ahogyan mondtam, két tehetségről beszélek. Emese akár versenyző is lehetne, ha Ausztriában élne, és sípálya közelében. És Luca is. Kezdeti nehézségeket leszámítva, gyönyörűen eljött. Egyelőre szigorúan hóekés módszerre jövünk le, hiszen az első igazi sínapjuk. Egyenesen megyünk, Luca, egyenesen. Csodálatos gyertőnk ilyen. Mehetsz a sífelvonóig! Luca elindul a 10. lecsúszással, hát adunk neki egy kis egérutat. Jól mondom, Emi? Igen. Oké, okay. Meddig engedjük le szerinted? Félig, pálya felég leengedjük, jó? Szóval a 10. lecsúszásunk, szezonzáró csúszás, Eplény, március 22, Simor Emese megy előttem, gyönyörűen felfejlődött. Első sínapja. Sínrendes sínfájának.
nagyon szép, gyerünk! Ide kanyarodunk, Luca, ide, ide. Szervusz, Eplény. Luca, 10-ig számolok és indulj el lefelé. 1, 2, 3, 4, 5, gyerünk el mi felállni! 6, 7, 8, 9, és menjél, Luca, jó? Most a gyors lecsúszás, engedd magad! Gyönyörű! Emikém, akkor mindent bele a legvégére, már is semmi gond. Visszahozod magad középre, és engedd magad! Nem vagy elég éhes, Luca? Nem hiszem. Akkor fölállsz és mész tovább. Gyerünk! Gyerünk tovább! Indulni! Sielésünk Nágocsról, a szezonzárás 2022-ben. Emmi és Luca. Nagyon szép. Nagyon szép. Így kell csinálni. És állj meg, amikor megtudsz. Oké. Okay. Milyen sport ez a síelés? Nagyon nehéz. Emi, hogy érezted magad? Jó volt? Te pedig estél vagy 20-at? Hát ez az első kör volt. Figyeld meg, a harmadikban már nem is fogsz esni. Nyomd szét jobban a sarkát. Fordítod a lécet, nem lépegetsz vele. Ne dőljél, Luca, ne dőljél sem erre, csak az albetűt tartod. Egy kicsi pihenő, nagyon helyes. Felállni, gyorsan, gyorsan, gyorsan felállni. Merőlegesen a dombra. Nagyon jó, és jövünk is tovább. Emese, és utána Luca. Menni kell tovább. Így van. Lucácska, szerinted mennyire komoly sport ez a síelés? Hát ilyen közepesség. Nagyon könnyen megy? Tehát úgy gondolod, hogy könnyen lehet tanulni, vagy ezért ez nehéz? Nem, amikor elsőnek mentem, akkor azt hittem, hogy simán le fogok tudni menni, amikor olyan sokat estem, most meg már egy-kettőtösek volt olyan, amikor nem is estem. Nem esete, hogy látod, hogy mennyire tudod megszeretni majd ezt a sportot, ezt a síelést? Én nagyon. Nagyon? Ugye mondtam neked, hogy egy elég nagy tehetség vagy, hogy ilyen gyorsan talpon vagy. No, legközelebb is eljönni, ha lenne rá lehetőség? Igen. Te is eljönnél legközelebb, hogyha lehetne? Igen. Hajrá!